A Krim Ljubljana játékosaival edzenek együtt a kisvárdai kézilabdások. A kétszeres bajnokok ligája győztes együttes két napig vendégeskedik Kisvárdán. A szlovén csapat idén is továbbjutott a legrangosabb európai kupasorozatban csoportjából, illetve több játékosuk is megjárta a nemrégiben befejeződött németországi világbajnokságot. A Kisvárda két játékosa, a szerb válogatott irányítója Tamara Radojevic és a horvát beállós Vesna Milanović Litre is játszott a Ljubljanában, valamint a két csapat vezetője, Máté Fieszter és Uros Bregár is jó kapcsolatot ápol. Én azt gondolom, hogy ez nagyon hasznos lehet mindkét csapat számára. Ők tovább jutottak a BL csoportban, mi pedig egy nagyon komoly sorozat előtt vagyunk, és ezt próbáljuk meg így közösen felhasználni. A két csapat szerdán és csütörtökön közös edzéseket tart, majd két mérkőzést is játszanak egymás ellen az együttesek. Ma délelőtt úgy volt, hogy 15 percet védekeztünk, mi 15 percet a Krim, utána megint cseréltünk egyet, délután viszont rendes mérkőzést játszunk, kétszer 30 perc játékvezetőkkel, tehát ott már mindenki a saját játékát fogja játszani és gyakorolni. A Kisvárda már az NB1-es bajnoki folytatásra hangol az edzésekkel és a mérkőzésekkel. December 30-án a tabellán második ér lesz hazai pályán Máté Fieszterék ellenfele.